Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen veletek. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Isten házában. Mi székelyek fogjunk össze, és imádkozzunk. Elsősorban létünkért, életünkért, jövőnkért. Hozzuk az oltárra mindazokat, akiket szívükben hordozunk, és emlékezzünk meg őseinkről is, akiktől egy nagyon gazdag kincset kaptunk, mindaz, ami a székelységgel jár. Van benne nagyon sok szép jó is, de van gyengeség is. De kérjük az erőt, hogy a gyengeségen felül kerekedve mindig az örömet és mindig a békét tudjuk sugározni. Nagyon megosztott volt őseink élete, hisz nagyon sok mindent át kellett éljenek felső hatalom miatt. De mégis megőrizték belső békéjüket, és tudtak örülni. De miért és hogyan? Hát ez a hitnek köszönhető, és annak, hogy mindig reménykedtek a jövőben, és életet adtak nekünk. Adjunk hálát nekik, és kérjük, hogy a Jóisten fogadja őket örök békébe, örök boldogságába. És hogyha már ott vannak, imádkozzanak értünk, mert nekünk is nagyon nagy szükségünk van arra, amit úgy nevezünk, hogy hit, méghozzá Krisztusba vetett hit. Krisztust a világnak a boldogságos szűzanya adta, ezért az ő szentmiséjét mutatom be, az ő közbenjárását kérem. A mai napon reánk nagy boldog asszony miséjét fogjuk, vagy fogom mondani. A könyörgések is, illetve az olvasmány erről szól. Kérjük hát az ő közbenjárását, az égi kegyelem anyjának, a mennyország kapujának, hogy segítsen meg bennünket. A szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyját testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmányom a jelenesetőkéből. Az égen nagy jelképre egy asszony. Én, János látta, hogy az égben feltárnyat az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetségvásár. Az égen nagy jelképre egy asszony, kinek öltözete a napon. Lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból állt a hónap. Áldott állapotban volt, kiáltozott ütrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, s mindegyik fején borna. Farkával lesöpörte, és a földre szólta az ég csillagainak egy harmadát. Azután a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermeket. Az asszony fiúgyermeke, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor a harsány hangot hallottam az égből. Eljött Istenünk, üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralja. Ez az Isten igéje. Thank you.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, de hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújjongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, székely testvéreim! Egy rövid példával szeretném hangsúlyozni, hogy miért fontos a hit, a hitünk. Egy egyszeri ember elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy hallja el, doktor úr, ha itt megnyomom, nagyon fáj. Ha itt megnyomom, nagyon fáj. Ha itt megnyomom, nagyon-nagyon fáj. Mit csinálja? Azt mondja, uram, magának el van törve az ujja. Simbe rakjuk, és nem fog semmi fájni. Ugye, kell nekünk egy orvos. És ez az orvos a hittől vezetett ember számára nem más kell legyen, mint Jézus Krisztus, aki egy dolgot akar, hogy logikusan gondolkodjunk. És ő elmondja azt, hogy mi a logikusság. Tehát nem az, hogy mindenünket meg kell műteni, hogyha el van törve az ujjunk, de mi nem jöttünk rá, hanem azt, hogy az, ami fáj, és ami miatt minden fáj, az legyen kezelve, és utána éljük a mindennapjainkat, a hétköznapjainkat, boldogan, békével. Azért jöttünk össze, egyrészt, hogy Isten dicsőítsük, magunkért imádkozzunk, mert szükségünk van rá, őseinket, akiket szívünkben hordozunk, és a génünkbe, azt az Istennek felajánljuk, hogy az örök élet örömmel világoskodjék számukra, de jöttünk, mise után megyünk, és megáldjuk a kaput, a székely kaput. Jézus sok mindent mondott példázatban, és azt mondja, hogy én vagyok a kapu, aki átmegy rajtam, az legelőre talál, és jól lakik. Ott is van képletesen majd az a kapu, amit meg fogunk áldani. És mindig gondoljunk arra, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy valahol töltekezzünk, ahol otthon érezzük magunkat, és magunk után becsukjuk az ajtót. Nem kell mindent beengedni. Volt egy érdekes beszélgetésem egy kedves ismerősömmel, elment egy bizonyos helyre, ahol kultúrájából tudott szippantani, voltak udvarok, és az egyik udvarba otthon érezte magát, de bejöttek olyanok, akiknek nem kellett, és például ő nem tudott táncolni, mert elnyomták őt. És nem mondta senki szervező azt, hogy figyeljetek, egy másik kapuval arrébb, egy másik udvarban az van, amit szeret, csinálhatsz, amit akarsz. De mi is csináljuk, amit akarunk. Ez egy másik kérdés, amikor nézünk valamire, hogy a kapu, amit megáldunk, az nem hiába van, az egyrészt védelem is, nem csak jelzés, hanem védelem arra, hogy figyeljünk arra, hogy mit engedünk be. Mert amik értékeink vannak, kilugozódhatnak. És hogyha azokat meg akarjuk védeni, és abból akarunk táplálkozni, akkor figyeljünk oda, hogy mit engedünk be, és mit hagyunk ki. Legyen ez a mai nap számunkra, és minden nap számunkra egy felkiáltás, hogy nekünk az életünkről rendelkezni kell, és nem mindegy, hogy hogy. Mi értékeinket akarjuk megvédeni, képviselni és adni is. Ez nagyon szép és nagyon jó, de szükségünk van arra, hogy ebben megmaradjunk. És ehhez kell egy olyan orvos,
aki segíteni tud abban, hogy mi betegít meg, illetve mi tudja táplálni és éltetni azt, ami bennünk van. Ezért adta az Isten a parancsokat is. A parancsok is azért vannak, hogy védjenek bennünket, hogy rendezzük az életünket, hogy legyünk példaképek mások számára. Segítsen a boldogságos szűzanya, hogy valóban örömmel tudjunk nekilendülni annak, ami előttünk áll, hisz nagyon sok jó van. Isten nem teremtett olyan embert, aki elszakadt volna tőle, csak az ember tud elszakadni az Istentől. Ez is erősödjék bennünk, hogy a jövőbe így tekintsünk, így nézzünk. A jövő szép és jó, de nekünk kell szépé és jóvá tenni. Most pedig álljunk fel, és az egyetemes könyörgéseket folytassuk a Szent Misét. Lépcső. Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben, lélekben megdicsőült Szent Szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat, és az ő Szent Fiát, Jézus Krisztust. Kérjük téged, hallgass meg minket. Hogy az egyház szüntelenül ő érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai szüntetását. Kérjük téged, hallgass meg minket. Hogy a mennyország királynőjének közben járására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Kérjük téged, hallgass meg minket. Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos Szent Szűz test szerinti megdicsőülésétől. Kérjük téged, hallgass meg minket. Könyörögünk a bukovinai székelyek egységéért, hogy a hit, a szeretet és az összetartás növekedjék bennünk, bárhol is élnek a világban. Kérjük téged, hallgass meg minket. Hogy ne felejtsék el és tudják megtartani hagyományaikat, nyelvezetüket, a külhomban meghalt őseink, akik a magyar föld, nem magyar földben nyújtanak, találják meg a legjobb valamukat. Kérjük téged, hallgass meg minket, hogy elhűlt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszöntjük a mennybe fölben szűzanyát. Kérjük téged, hallgass meg minket. Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Attól, hogy megdicsőült Szent Anyánk pártfogásával gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, jussanak eléd hódoló adományaink és a mennybe fölvett boldogasszony közben járására, a szeretet tegye lángolóvá is emelje hozzád szívünket, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veled, én is veled.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőttünként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő bennem, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket a te nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Thank you.
könyörögjünk. Kérünk Istenünket, hogy ez a neked szentelt nép mindig örömmel fogadja áldásodat, s akik ebben az ünnepi áldozatban testi jelenlétükkel részt vennek, lelkiekben sokszoros nyutalmat nyerjenek, Krisztus a mi Urunk által.